Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, és mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. Költséghatékonyabb lett a bátaszéki általános iskola. Energetikai korszerűsítést végeztek az épületen. Támogatói napot tartott a bátaszéki horgász egyesület. Ismét támogatást kapnak a főiskolára jelentkezők. Szalagot kaptak a végzős gimnazisták. €138 millió pályázati támogatásnak köszönhetően valósították meg a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola energetikai korszerűsítését. A beruházás két épületszárny homlokzat és tetőszigetelését, illetve egy naperőmű felszerelését tette lehetővé, ami a jövőben költséghatékonyabbá teszi majd az intézmény működtetését. Közös kézfogással pecsételték meg az elmúlt időszak összefogását az együttműködők a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola előtt. Október 14-én ünnepélyes keretek között adták át az energetikailag is megújult intézményt, amit ezentúl sokkal költséghatékonyabban működtetett majd a fenntartó. Jelenleg 2022-ben ugye az önkormányzatok már nem működtetik az intézményeket. Ezt a feladatot, ugye a fenntartási működtetési feladatokat 2017. január 1-e óta a tanketti központok látják el. Szerencsére nagyon sok olyan önkormányzatunk van, akik nem engedték el az iskola kezét, és folyamatosan gondolnak rá, amikor pályázati lehetőségük van, pályáznak az épületre, épületek korszerűsítésére, megújítják a villamoshálózatot, energetikailag korszerűsítik az épületet, ahogy ezt most Bátaszék is megtette. Én ezúton is szeretném megköszönni polgármester úrnak, Bátaszékváros képviselőtestületének, hogy nem felejtették el az iskolát, pályáztak rá, most megszépült az iskola, energetikailag sokkal költséghatékonyabb lett a működtetése, és ezt a jövőben is megteszik, és jövőben is gondolnak az iskolára. Köszönöm szépen! 2022. január közepén kezdődtek el a felújítási munkálatok, amit a kivitelező a szeptemberi tanévkezdésre be is fejezett. Nagyon örülünk neki, hogy megújult az iskolánk, remélhetőleg kevesebbet is kell majd a fenntartónak a fűtési költségekre költenie, és tényleg nagyon örülünk, hogy ezt megtette a Bátaszék önkormányzat, hogy pályázott. A mögöttem látható C-épület megújult, illetve korszerű lett az energetika szempontjából, illetve a B-épületünk, ami innen kívülről nem látszik, de ott is több tanterem van. 450 körüli a gyerek létszámunk. A C-épületben elsősorban alsós évfolyamok járnak, ők 236-an vannak, tehát elég sok kisdiákot érint a korszerűsítés. Terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően valósult meg a beruházás. 2019-ben nyújtottuk be azt a pályázatot, aminek eredményeként ma itt vagyunk, és ezt le tudtuk zárni. Igaz, hogy 2019-ben ez a beruházás és a támogatás még egy 105 millió forintos összegről szólt, de az elmúlt időszakban ezt már 138 millió forintért lehetett megvalósítani. Ekkora összegű támogatásban részesült Bátaszékváros önkormányzata, megyei önkormányzaton keresztül az Európai Uniótól, 100%-os intenzitással, tehát az önkormányzatnak nem kellett forrás biztosítania. Ennek a beruházásnak köszönhetően két épületszárnyat sikerült teljes egészében homlokzatszigeteléssel ellátni, tető, illetve lapos tetőszigeteléssel ellátni, és fölhelyeztünk egy 50 kW-os háztartási naperőművet. Bízunk benne, hogy ezekkel a beruházásokkal elő tudjuk segíteni, hogy a tankerület hatékonyabban tudja működtetni Kanizsai Dorottya általános iskolát, csökkenteni tudja mind a gáz, mind pedig a villamosenergia költségeit, és hát azon leszünk, hogy az elkövetkező időszakban még lesznek olyan beruházások, illetve olyan pályázati lehetőségek, amelyekkel tudjuk segíteni az oktatási intézményeknek a működését, ezekben is szeretnénk a tankerülettel és a megyei önkormányzattal együttműködni.
Megtartott a szokásos éves támogatói napját Bátaszék legnagyobb tagszámmal rendelkező civil szervezete. A Horgász Egyesület minden évben összehívja és megvendégeli azokat az embereket, akik munkájukkal vagy más módon segítették a szervezet működését és fejlődését. Görbül a bot kapás van. Október 16-án csak a tagok és a Bátaszéki Horgász Egyesületet támogatók pecálhattak a bányatavon. Minden évben megrendezzük, igazándiból azokat látjuk vendégül, akik vagy egész évben támogattak minket, vagy anyagilag, vagy eszközileg, vagy munkailag, meg a vezetőségi tagokat. Igazándiból a vezetőségi tagok egész évben végig dolgozták azért, hogy a horgászoknak jó legyen. És most ez a nap ez arról szól, hogy mondjuk úgy, hogy ők pihenjék ki magukat, ők érezzék jól magukat, főzünk egy jót, beszélgetünk egy jót, egy baráti társaság összejön, és a támogatókkal jól érezzük magukat. Nem is igazán a versengés, hanem inkább a kikapcsolódás, és hogy most csak a miénk a tó. És csak mi horgászhatunk, csak a mi dolgainkkal, a mi sztoriainkkal foglalkozunk, és nincs ellenőrzés, nincs semmi, hanem tényleg csak a kikapcsolódás, és csak a horgászat. Ez a nap, ez erről szól. Kicsit így is köszönjük meg az áldozatos munkájukat a támogatóknak is, és azért a vezetőségi tagokat. Mert azt ne felejtsük el, hogy itt mindenki családos, kisgyerekek, vagy ha már egy kicsit idősebb korig, akkor is mindenkinek megvan a saját problémája, de mégis kijön és csinálja. Önfeledten ez nálunk egy áldozatos hobbi. A vezetőségi tagok önzetlenül akár anyagi javakat háttérbe szorítva, és nem foglalkozik vele az, hogy most vettem 20 liter benzint, most csak mondtam egy példát, vagy bármi mást, és nem az az első, hogy te figyelj, hoztam számlát, fizessék az egyesület. Nagyon sokszor még számlát se hoz, és nem is érdekli az anyagi. Csak az, hogy mindenki itt egy fennmaradó, a jövőben egy szép dolgot alkossunk, ami fennmarad, és meg tudjuk mutatni, hogy igen, ezek mi voltunk. Ezt tettük a város érdekébe, ezt tettük akár a fiatalságnak, hogy valahol ki tudjanak jönni és jól érezzék magukat, vagy az idősebb korosztálynak, a horgászoknak. Körülbelül 15-20 éve horgászunk a papával, megbolondított, de körülbelül 10 éve, 15 éve féderezünk, és ez nagyon-nagyon élvezetes, és mindenfelé járunk, végül is én horgászversenyekre is járok, tehát nem csak itt az Egyesületnél, hanem megyei szinten is járunk horgászversenyre. Ez a kikapcsolódás, ami van, és ez az izgalom együtt jár, hogy most kap hal, és hogy sikerül-e kifogni, ez annyira feltölt engem, hogy azért is horgászok, mert egyébként irodában dolgozom, és akkor ez utána kikapcsolódásként ez nagyon-nagyon jó. De most két pontyom nekem elment, egy kettőt fogtam most. De benne van a pakliba, hogy az ember nem találja el a csőt, mert most már háromfajta etetőanyagot használtam, meg már hatféle csali, de most az utolsóval fogom, ezzel a csalival jön. Elvileg most kettőt fogtam, illetve négyet. De aztán mi lesz a vége, nem tudni. Willi Gábor nem csak támogatója, de már több évtizede tagja is az Egyesületnek. Kereskedőként, építőanyag kereskedőként egy kis építőanyaggal segítettem a Horgász Egyesületet. Én is most már azt lehet mondani, hogy közel 30 éve tagja vagyok az Egyesületnek, úgyhogy nagyon régóta horgászunk a fiammal, úgyhogy egy kellemes napot tart így az Egyesület, hogy horgászat, és akkor utána meg egy kellemes ebéd, de még befejezzük a mai napot. Az Egyesület szempontjából is azt mondom, hogy azok a tagok, akik sokat tesznek az Egyesületért, akár azt mondom a vezetőség, vagy a támogatók, vagy akár a sima tagok is. Tehát van egy nap, amikor együtt vagyunk egy kicsikét, ez már olyan könnyedebb, tehát nincs rajtunk feszültség. Egy ilyen mókás horgászat, azt mondom, hogy jól érezzük magunkat, és ennyi. És hogy miért érdemes horgászni? A víz közelség, tehát a csend, a nyugalom, tehát a hétköznapoknak az a taposómalma, az állandó stressz, amiben vagyunk, mert abba vagyunk. A horgászat az pont az ellenkezője, ebből szakít ki.
és nincs kényszer. Tehát most, ha én hal nélkül megyek haza egy horgászat után, az se probléma, mert jól éreztem magam, víz közelben voltam, természet mellett voltam, és eltöltöttem kellemesen az időmet. Nem csak a szokásos karbantartást végzik el évközben, fejlesztéseken is dolgoznak. Idén nekiálltunk még megcsinálni a víz utánpótlást, ami sajnos ígéretemet meg kell szegjem, és nem szabad most már időpontot mondanom, hogy a napelem mikor fog elkészülni. Mi már reménykedtünk benne, hogy már csobogni fog a víz utánpótlásunk. Sajnos még nem, de reméljük, hogy ez most minél előbb sikerülni fog már. Megcsináltunk még a főzőt, végülis két főzőt föl lett falazva, az egyik kollégánk megcsinálta, és mellé csináltunk egy fa szerkezetű tárolót. Még idénre ez még úgy be volt vállalva, hogy megcsináljuk. Csináltunk egy haltelepítőt is még, azt azért egy kicsit meg javítgatnánk, mert nem teljesen tetszik a végeredmény, de ez is meg lesz oldva is. És ha a víz utánpótlás megvan, akkor már azt mondhatjuk, hogy most azért már nyugodtan beleülhetünk. És egy kicsit pihi, vannak még a közeljövőre tervek, de most már azt mondjuk, hogy a szükséges dolgok azok megvannak. Mindenféleképpen köszönetet kell mondanunk azoknak, akik segítettek, köszönetet kell mondani azoknak, akik nem jöttek el, de így is segítettek, mert ezek nélkül azért nem ment volna. Ez illik megköszönni bárkinek, akár csak egy fűnyírással, hogy eljött nekünk segíteni. Ilyen apróbb gesztusok, nekünk ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek, és ez miatt úgymond forintos összegek nagyon a zsebünkbe maradnak. És mi ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik. Évek óta a kormányzat és az önkormányzatok közös anyagi hátterét felhasználva van lehetősége a felsőoktatásban tanulóknak ösztöndíjat kapni. A Burza Hungarika pályázat szociális rászorultság alapján segíti a diákokat, Báta Széken évente megközelítően 20 pályázatot bírál az önkormányzat, az idei évi kiírások már napvilágot láttak. Bátaszéken a gazdasági lehetőségek figyelembevételével több forrásból is támogatják azokat, akik felsőoktatásban tanulnak tovább. A cél az egyrészt, hogy segítsék a családokat, másrészt újabb kötődést építsenek ki a fiatalok és a város között annak érdekében, hogy a megfelelő jól képzett fiatal szakemberek visszatérjenek, és itt vállaljanak munkát vagy tervezzenek családot. A támogatási rendszerek között az egyik a Burza Hungarika, mely egy olyan pályázati rendszer, melyben a hátrányos helyzetű, rászoruló diákok kaphatnak segítséget. A kiírás szerint mindenki pályázhat, aki nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkezik, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulnak-e. Az elmúlt években közel azonos számú megközelítően 20 kérelmező fordult az önkormányzathoz támogatásért. Ez alól az elmúlt esztendő volt kivétel, akkor lényegesen kevesebben nyújtották be igényeiket. Ebben az évben is arról döntött a képviselőtestület, hogy 1 millió 600 ezer forintot különít erre a pályázatra, az ösztöndi pályázatra a jövő évben. A és B típusú ösztöndi pályázatra pályázhatnak a tanulók. Az A típusúra azok lesznek jogosultak, akik bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkeznek, nappali tagozaton folytatnak felsőoktatási tanulmányokat, részükre 10 hónapra lehet megállapítani az ösztöndíjat. A B-típusú ösztöndi pályázatra azok jelentkezhetnek, akik még nem érettségiztek, érettségi előtt állnak, vagy pedig leérettségiztek, de még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe. Részükre 3x10 hónapra lehet ezt az ösztöndíjat megállapítani. Olyan diákok is jelentkezhetnek, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőoktatású tanulmányaikat. Ők azonban csak azután kaphatják meg a támogatást, hogy bekerültek a megjelölt intézménybe. Az EPER Burza felületén kell regisztrálni először a tanulónak, ezután kitölteni az ottani űrlapot, azt kinyomtatni és aláírással benyújtani itt a hivatalban az önkormányzat részére. A pályázat beadási határideje november 3-a, és a képviselőtestület úgy döntött, a Város Szociális Bizottsága dönt majd a pályázatokról december 5-éig. Mivel ez egy szociális rászorultsági alapon nyújtott ösztöndíj, ezért fontos feltétel, hogy a pályázati kiírás szerint azok lesznek jogosultak, akiknél a családban az egyfőre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a 128.250 forintot,
árva, félárva, illetve tartósan beteg esetén, tehát hogyha a családban van tartósan beteg, akkor pedig a 142.500 forintot nem haladja meg az egyfőre jutó. A város által odaítélt támogatást a magyar állam minden győztes pályázó esetében maximum havi 5000 forinttal egészíti ki. Fordulóponthoz ért a bátaszéki II. Géza gimnázium végzős tanulóinak élete. Október 14-én feltűzték nekik a szalagot. Ezzel még egy lépéssel közelebb kerültek az érettségihez, a nagybetűs élethez és az elváláshoz. Lássuk, hogy zajlott az ünnepség. A középiskolai évek egyik legfontosabb eseményét tartották meg a bátaszéken. Szalagot kaptak a II. Géza gimnázium végzős diákjai. A hagyományok szerint ez az esemény januárban szokott lenni, de már második alkalommal hozta előrébb a tantestület. Szükséges volt most, hogy időben tartsuk a szalagtűző ünnepségünket, hiszen egyrészt a Covid-járvány miatt nem lehetett kiszámítani, hogy lesznek esetleg korlátozások, másrészt az energiaproblémák is. Tehát úgy gondoltuk, hogy most ennek elébe megyünk, ezért most mi ezt a péntek estét tettük ünnepi, ezt is emeltem ki a beszédemben, köszöntőmben, hiszen én azt gondolom, hogy egy végzős osztály életében a szalagtűző az egy nagyon fontos esemény, hiszen ezzel kezdődik meg igazában az érettségére való készülésnek a finise. És ezért is nagyon fontos fölhívni ilyenkor a gyerekeknek, a végzőseknek a figyelmét arra, hogy igenis fontos minden lehetőséget, minden időt felhasználni arra, hogy minél jobb legyen az az eredmény, amit évvégén az érettségével tudnak szerezni, hiszen sokszor egy-egy ponton múlik az, hogy valaki bekerül mondjuk egy felsőoktatási intézménybe, vagy pedig sem. Meg lesz a nyelvvizsgája, vagy pedig sem. Tehát ezért is én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos időszak, erre föl kell készülni, és ennek meg kell adni a módját, és ez az ünnep, én azt gondolom, hogy ez szolgálta. Én azt láttam, hogy nagyon figyeltek, van egyfajta meghatódottság is azért, hiszen mindenki megkapja ezt a jelet, megjelölik a szalaggal, sok minden emlék ilyenkor felszínre kerül. Én azt gondolom, hogy ezt is elmondtam, hogy van, aki nem csak itt a 4 vagy a 6 együtt töltött évet, hanem sok-sok évnek az emlékei gyülemlenek ilyenkor fel, hiszen sokak óvodás, általános iskolás koruktól együtt járnak, és azért innentől kezdve az érettségitől ezek az utak szétválnak. Fontosak szerintem ezek az emlékek, ezek végigkísérik az embernek az életét, és valahol egy ilyen támpontot is adnak, vagy iránypontot is adnak neki. Ez egy eléggé nagy mérföldkő szerintem, és úgy érzem, hogy eléggé meghatározó esemény így az egész életemben. Én fontosnak tartom, mert meghatározó élmény mindenki számára ez. Nem érzem még magamat annyira biztosan a táncban, de úgy érzem, hogy ezért sikerülni fog. Ez már a 4. osztályom, amit szalagtűzőre hoztam el, és ilyenkor vegyes érzelmek vannak bennem, mert egyrészt örülök annak, hogy eljutottunk idáig, ugye 6 osztályos osztályom van, és azért most már a 6. évben gyűrjük egymást. Egy nagyon jó közösség, és közben meg fáj a szívem, hogy az év végén elválunk. Tehát egy összetartó társaság, összekovácsolódtunk, tűzben, vízben együtt vagyunk, és küzdünk egymásért, és gyakorlatilag azt kell mondjam, nagyon szeretjük egymást. Ők is, engem meg én is nagyon szeretem őket. Az elmúlt 1-2 évben féltem attól, hogy szétesik majd a közösség, mert keveset találkoztak, de azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag nem érezték meg az egymástól való távollétet, mert ahogy visszajöttek a gimnáziumba, ott folytatták, ahol abba hagyták.
Tehát továbbra is maradt ez az összetartó közösség. Ez egyrészt egy nagyon szép hagyomány, egy iskolai ünnep, és ez azért őket is figyelmezteti arra, hogy közeledik egy megmérettetés, ami akár kihathat a következő élet, vagy az életüknek a következő etapjára is. Ők nagyon tanulós társaság. Tehát azt kell mondjam, hogy a négy osztályom közül talán ők voltak azok, akik mindvégig teljes erőbedobással készültek, mindig tudták, hogy mi a céljuk, szinte mindegyik gyereknek van célja. Tehát nem azért van itt, hogy parkolópályán legyen, hogy majd lesz belőle valami, hanem azt láttam, hogy van céljuk, és küzdenek. És ebben ők mások, mint a többiek voltak. A 12. B-s Milaskity Vanessa is nagyon várta már ezt a napot. Szerintem minden lánynak, legyen az gimnazista, vagy nem gimnazista, ez egy fontos dolog, és szerintem kiskora óta erre vár. És már szerintem a kis lányok is erre várnak, hogy ilyen hercegnős ruhát felvehessenek, és készüljenek, és táncoljanak. Ez egy nagyon fontos esemény az életben. És a tanárnő is elmondta, hogy egyszer van csak ilyen az életben, és használjuk, és aki tud, az jöjjön el. Még mindig nem hiszem el, hogy most van, hogy nekem is van, meg ezt az egészet. Meg most tudatosul bennem, hogy végzősök vagyunk, hogy elértünk idáig, és hogy az érettségi következik. Ami azért szerintem nem kis dolog. Ez a szalagtűző szerintem sok mindenkit még jobban összehozott. Ugye nálunk volt az online időszak, 4 év alatt 2 majdnem kivett tőlünk, és rengeteg olyan programot is elvett, amit szerintem megélhettünk volna, mint mások is. Hát szerintem ahhoz képest, hogy az osztály az elején hogy állt egymáshoz, most egy jó osztálynak mondhatjuk magunkat. Szeretnék tovább tanulni, az biztos, egy technikumot, szakmát minimum. És akkor, hogyha úgy engedi az élet, akkor feljebb még, amíg csak lehet. Sümeginé Bátai Margit az utolsó 2 évben lett a most végzős B-sek osztályfőnöke. Minden ilyen nagy ünnepség a tanár életében is egy ünnep, egy megállópont, és visszafele és előrenézés. És úgy gondolom, hogy nagyon sok feladat és felelősség van azon, hogy a diákok hogyan tudnak helytállni. Nagyon sokszor egy mosoly, egy bátorítás, egy ölelés többet jelent, mint egy orhai matek példa. Én azt szoktam nekik mondani, hogy másodfokú egyenlet megoldó képlete nélkül lehet boldog életet élni, érettségizni nem biztos. Tehát az érettségig tanulják meg, és utána pedig becsületes és helytálló emberek legyenek, boldog édesanyák, édesapák, és sokkal fontosabb számomra az, hogy emberként megálljanak az életben, mint hogy a matematikát magas rögtön vagy magas színvonalon tudják, le tudjanak érettségizni, mindenki a képességeinek megfelelően, de az emberséget és a becsületességet, és hogy felnőtté váljanak, a sokkal fontosabbnak tartom osztályfőnökként, mint matematika tanárként a 4-es 5-ös matek érettségit. A gimnáziumi barátságok a legerősebbek, ezek maradnak meg, vagy ezek a leghosszantartóbbak, és hát valahol ez is fontos, hogy ezek is ilyenkor felszínre kerüljenek, hogy a gyerekek valóban vissza is előre tudjanak tekinteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!